Itt a kertvárosi óvodában jelenleg 20 gyermek hiányzik. Az elmúlt hetekben több nyíregyházi intézményben is sorra betegedtek meg a gyermekek egy hányós hasmenéses vírus miatt. Sok helyen a csoportok fele hiányzott. Ilyen járványoknál a legfontosabb a prevenció, ennek része a rendszeres és helyes kézmosás. A folyékony szappanba, amit használnak a gyerekek, már fertőtlenítőszert öntöttünk. Állandóan tisztára mossák a kezüket, a zsebkendő használatát tartjuk nagyon fontosnak, a WC használatát. Minden héten hazaviszik a párnát, a pizsamát és a kis plédet, ami alattuk van. És folyamatos kézmosással igyekszünk, a fertőtlenítős kézmosással igyekszünk azt, hogy a gyerekek ne legyenek betegek. Novemberben főleg légúti betegségekkel keresik fel az orvosi rendelőt, de az elmúlt pár hétben rengeteg volt az úgynevezett enterális, azaz a gyomorbélrendszert érintő megbetegedés, közölte Újhelyi János. A hányással hasmenéssel járó betegség főleg a nyári időszakban jellemző, most azonban a kórházba is egyre többen kerülnek a vírus okozta kiszáradás miatt. Kizárólag hányós hasmenős gyerekkel találkoztam, és bizony ez egy nagyon szomorú dolog, nagy erőpróbát jelent ez a szolgálatoknak, a gyermekorvosoknak és a kórháznak is, mert rendkívül sok gyerek kerül a gyors kiszáradás miatt kórházi ellátásra, hisz egy bizonyos fok után már csak vénásan adott folyadékkal lehet a folyadék egyensúlyt biztosítani. A betegség nem csak folyadékvesztéssel jár, hanem ásványi anyagokat és elektrolitokat is veszítenek a gyerekek, ezért a folyadékháztartásuk hamar felborulhat. A cukros, sós innivalók vagy a gyümölcslébe kevert bikarbonát segíthet az ásványi anyagok pótlásában. Bizony ez egy nagyon agresszív kórokozó, amivel érdemi maga a vírus ellen nincsen hatásos fegyverünk, csak egy nagyon gondos szülői ápolás és folyadékellátás, adott esetben orvosi segítséggel biztosított kiegészítő gyógyszerelés segíthet a gyermeken. Kisebb gyermekeknél még nagyobb a veszély, de Újhelyi János szerint a szülőknél néha még súlyosabban jelentkezhetnek a fertőzések. Az orvos ezért mindenkinek azt tanácsolja, a beteg gyerekeket ne vigyék sem közösségbe, sem pedig tömegbe.